Ne hagyja ki a 2024-es Arc közérzeti kiállítást, amely idén a család témáját dolgozza fel, ugyanis a plakátok még most vasárnapig megtekinthetőek a Bikás Parkban. Kíváncsiak voltunk, az utca embere mit gondol a magyar családokról. Nagyon összetett talán, meg hát én úgy gondolom sok szeretet van benne, de nagyon sokszor a felek így elsiklanak egymás mellett. Hát ilyen. Apa, anya külföldön, vagy a nagy gyerekek már, hát szerte szana, és ilyen. És így fogyunk el. Baba nem születik, mert ha igen, például az enyémeknek, hát az már ott kint született. Zűrös, gondterhelt. Nem tudom, nyugtalan. Szerintem ilyenek a magyar családok manapság. Mi kéne ahhoz, hogy ne ez legyen? Új kormány. Szerinted milyen a magyar család képe? Hát egyre rosszabb szerintem. Egyre rosszabb és egyre nehezebb olyan családba beleszületni, ahol tényleg a felszabadultság, szeretet van. Humort fedeztetek fel néhány plakátban? Fedeztem fel, viszont az nem ilyen, az nem vicces szempontból volt humor. Ön szerint valós képet mutat a magyar családokról? Hát igen, sajnos igen. Lehetne egy kicsivel több optimizmus bennük, de az élet realitása sajnos ez. Nem fénytük, tehát csak természetesen a rossz van kiemelve, mert arra kell fókuszálni, hogy azon változtasson a társadalom. Bizonyos szempontból biztos, hogy rosszabbul élünk, mint régen, de vannak azért dolgok, amik jobbak. Akkor ez a te plakátot te csináltad, mesélj már róla. Hú, hát igazából ugye a család téma volt, és én nyáron egy elég rossz időszakot éltem meg, és hát inkább ilyen sírógörcseim voltak, és hát nagyon furcsa, hogy 23 évesen még mindig édesanyámnak hát így a kezeibe vigasztalódtam, úgymond, és ez a családi összetartás így édesanyámmal, hogy még mindig próbál neválni és megvédeni, ez így inkább a képnek így a lényege. Tehát akkor tulajdonképpen ez egy pozitív üzenet, egy pozitív emlékből? Hát igen, volt egy negatív hatás, ami igazából pozitív maga így a család és az összetartás. Milyen egy ideális család, milyen egy jó család? Szerintem akik odafigyelnek egymásra, és van egy ilyen oda-vissza viszony. Ez itt a legfontosabb, hogy azonosuljunk és észrevegyük egymást. Én hál' Istennek nagyon jó családból származom, szóval nagyon szeretem a szüleimet, meg a rokonaimat is, szóval ezért megható ezt látni, hogy mások így élnek. És mi kéne ahhoz szerinted, hogy ez így legyen? Hát, hogy ne a csapból is az folyjon, hogy minden rendben van, hanem foglalkozni kéne a problémával. Az a baj, hogy akiket érintene igazán a dolog, azok nem hiszem, hogy ide jönnek megnézni. Hogy tudjuk, hogy ilyen rossz a helyzetünk, mégiscsak mint a bombák figyelünk, és nem teszünk semmit. Bár a legkiemelkedőbb alkotásokat már a kiállítás megnyitásakor díjazták, a közönség díjra még vasárnapig szavazhatnak online az arcmagazin.hu oldalon.